Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mint híradásainkból láthatták, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, a Széchenyi Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola, a Fehérvár Média Centrum immáron 12. alkalommal hirdette meg a TOL-PIHE meseíró pályázatot két korosztályban, a harmadikas negyedikeseknek, illetve az 5.-től 8. osztályos évfolyamos diákok körében. A versenyre több mint 70 mese érkezett be, amelyeknek a szerzőit január 20-án díjazták. Az ünnepélyes eredményhirdetés természetesen a Városházán volt. Erről fogunk ma beszélgetni, mégpedig vendégeim egy varázslatos ifjú hölgy, Palkovics Panka. Szervusz, Panka! Jó napot kívánok! És az ő édesanyja, Palkovicsné Kész Anikó. Csókolom a kezét. A Panka név jelentéséről beszéljünk, hiszen ehhez köze van a történetünknek is. Kegyelem, könyörület, báj, kecsesség és kedvesség. Azt hiszem, csak rád kell nézni, és akkor mindenki megállapítja, hogy ez így van. Nos, kedves nézőink, Panka a Szénatéri Általános Iskolába jár, növendék, és kezdjük talán először arról, hogy a mesékről kéne nekünk beszélnünk, ugye? De én azt mondom, hogy egy kicsit meg annyi más van az életedben. Először is én nemrégiben ott jártam, két esztendeje mondjuk, mert általában mindig ott vagyok a Bori Jenő Általános Iskolában, és ott volt egy díjátadó, ahol a rajzpályázat győztesei díjazták Sándorfi Gergely igazgató vezetésével, és ott is feltűntél. Tehát akkor hadd kérdezzem meg már is, hogy ezek szerint nagyon szeretsz rajzolni is. Igen, az egyik hobbim a rajz, és engem az kikapcsol, és sok olyan dolgot kapok születésnapomra, meg névnapomra, hogy mondjuk lehet divattervezős vizet kell, vagy pólótervezős, de szoktam néha az érzéseimről, vagy gondolataimról is rajzolni. Az iskolába is minden évben bevezetek egy ilyen rajzfüzetet, és mindenféle dolgokat belerajzolok. Milyen motivumokat használsz, hiszen mondtad, hogy pólókat tervezel, és az érzéseid is. Mit jelent ez pontosan? Hát, hogy szerettem a divatot, és szeretek olyan mondjuk ruhákat tervezni, ami a saját elképzeléseim szerint vannak, és szeretném, ha olyanok mondjuk lennének a boltokban, vagy ilyesmi. Tehát ez a dizájn, azt látom egyébként, ott a nagy álom, az órád nem különben, úgyhogy nagyon rendben van ez így, Panka. Beszéljünk egy kicsit a táncról, hiszen sokat járunk, kicsi ez a város, úgyhogy gyakran találkozunk. A Főnök Táncegyesületnél is jártam, és akkor is beszélgettünk, mégpedig az volt az oka, hogy elmondjam a nézőknek is, hogy a Children kategóriában akkor kezdtétek a táncot egy nagyszerű barátoddal, ugye barátod, Mics Matyival. Igen, még bölcsistársam volt. Igen, Mics Matyit mi elsősorban a szülőket ismerjük, illetve a zenész csapatot, hiszen Mics Péter fia a közönségnek, mondom, a nézőinknek, a Matyi, illetve az ő testvérük pedig Mics Gergő és Mics Marci, ugye. De most a Matyiról beszélünk. Én nagy meglepetéssel néztem, hogy rögtön az első fellépésetekkor az országos versenyen harmadikak lettetek, ez csodálatos eredmény. Hogy épül fel a ti táncotok? Hogy kezdtetek el táncolni? Úgy kezdtünk el táncolni, hogy először van ez a haladó csoport, amikor beválogat oda Dói az edzőnk olyan embereket, akiket tehetségesnek lát, és onnét tovább viszi őket egy fellépő csapatba, akik mondjuk fellépésre járnak, vagy például kosármeccsekre, és akit már onnét is nagyon kiválónak tart, akkor felviszi versenyző szintre. És én így kerültem fel, meg a Matyi is, és mivel mi régen bölcsistársak voltunk, gondolta, hogy akkor, ha összerak minket, akkor nem lehet olyan nagy gond, mert mi már ismerjük egymást régebbről. Hát csak akkor ez végül így lett, és amikor megértük az első koreográfiánkat, akkor nagyon bíztunk benne, hogy jó eredményeket fogunk elérni, és ahogy a területi ranglistán látszott az első évben, hogy mindig területi dobogósak voltunk. Országosan is, hát ha nem is döntőbe kerültünk, de már a közelében voltunk.
Igen, és ráadásul néztem a 2017-es ranglistát, ott vagytok a 10-ben, ami egy csodálatos eredmény. Igen, számunkra is meglepő. És most már ugye léptetek egyet felfelé, hiszen most már a formációban is szerepeltek. Igen, formációban nagyon szeretem a csapatomat is, és ott viszont nagyon jó eredményeket szoktunk elérni. A nagy formációnak, aminek a neve Fireballs, magyarul tűzlabdák, a területi ranglistán elsők vagyunk, országosan viszont ott még közelebb vagyunk, mint a párossal a döntőhöz, de az utolsó versenyünkön, mielőtt kareót váltottunk volna, bejutottunk a döntőbe, és hatodik helyezést értünk el. Mi nagyon örültünk, mert nekünk mindig az a célunk az országos versenyen, hogy döntőbe jussunk. Onnit nekünk már mindegy, hogy hányadikak vagyunk, mert az is nagyon nagy büszkeség, hogy egyáltalán országosra mehetünk, mert ez nem mindenkinek adatik meg. Egyet értek, és azt gondolom, hogy Dóra nem csak kiváló koreográfus, hanem nagyszerű pedagógus is. Egyrészt, hogy kiválasztott benneteket, másrészt pedig, hogy megtartott a versenytáncnak, illetve hát ezzel majd a későbbiekben is érdemes foglalkozni, hiszen fegyelemre nevel, így van, és ráadásul kreativitást is abban is segít megőrizni. Mielőtt azonban folytatjuk, hadd mutassam meg, mai, hát ugye ismerős ez a kép. Igen. Igen, ez tegnap előtt készült az Albacomp mérkőzésen, tehát ez is bizonyítja, oda csak a legkiválóbbak, hiszen egy Albacomp meccsen táncolni a szünetben, illetve a negyedek között, az egy csodálatos eredmény, és azt hiszem, hogy aki meccsre jár, még inkább megismeri Pankát és Matyit, és akkor itt ebben a pillanatban jön az édesanyja. Hiszen még a mesékről nem is beszéltünk, és már is kiderült, hogy a Panka a maga tündéri mosolyával a nap 24 órában mindig csinál valamit. Miként lehet, hiszen ön rendkívül fegyelmezett a munkája okán, hogyan lehet ezt a sok mindent összehangolni? Mi a feladata a szülőnek ilyenkor? Hát legfőképpen azt hiszem, hogy a logisztika mindenhez a sok dologhoz elsősorban, hogy tényleg mindenhol ott lehessen, ahol szükség van rá, és hát maximálisan megteremteni azt a lelki biztos hátteret ehhez, hogy ezeken a helyszíneken ő mindig úgy abban a lelki állapotban lehessen jelen, hogy tudjon koncentrálni, egyrészt az iskolára gondolok, másrészt utána az összes többi elfoglaltságán is, hogy oda kedvel menjen, kipihenten menjen, és tényleg ott megfelelő módon tudjon teljesíteni. És igen, a maximális háttér az az, hogy minden betámogatjuk és biztosítjuk. Nagyon azt. Nagyon helyesen teszik egyébként, egy tökéletes szülői feladat ez. Hiszen még itt van a mese. Tehát tanulni is kell, ugye? A tanulásról nem beszéltünk. Beszéljünk róla egy kicsit? Jó tanuló vagy? Hát ebbe a... Most, amikor negyedikbe léptem, felfejlődtem magamat, legfőképp matekból, mert tavaly 4-es voltam. Most egyre több 5-ösöm van. És én azt látom, hogy tavaly óta nagyon sokat javultam. Ez meglátszik a dolgaimon, a fizet rendbetartásomon, vagy például a tájékoztatomban, ha belenéz valaki. És én erre nagyon büszke vagyok, mert szeretném, hogyha nagykoromban nem olyan munkát tudnék választani, ami nem jó semmire, és nem keresünk vele sok pénzt. És én felnőtt koromban is olyan ember szeretnék lenni, aki okos, és meg tudja oldani a gondjait. Egyet értek. Most csak ámultam, bámultam egyébként, hogy ezt így megfogalmaztad nekünk, azt hiszem, hogy tanulhatunk tőled. Folytassuk a mesével, a mese nagyon fontos, ugye? Az én legendás mesélőm egyébként Csukás István, és milyen érdekes, hogy a Csukás István április 2-án született, és akkor van a mese világnapja is. Egy idézetet tőle, hogy felvezessük ezt az egészet, ő az ősi gesztus birtokba venni a világot, a gyerekekben változatlanul él. Ebben segít a mese ezt a vágyat beteljesíteni. A világ a tiéd, amikor mesét írsz, gondolom én. Igen, mert le tudom írni, ahogy már mondtam, a rajzaimban is. Nem csak a rajzaimban, így a mesékben is le tudod írni érzéseidet, vagy gondolataidat. De a mese arra is jó, hogy amit szeretnél, hogy megvalósuljon, vagy mondjuk nem lehetséges, mert olyan környezetben vagy, vagy állapotban, hogy nem tudod ezt megvalósítani, vagy a szüleid se tudják neked ezt elhozni,
ezért lehet a mesébe kifejezni, és hát aki mondjuk rossz állapotban van, az le tudja írni, hogy tud magáról is írni, és az a jó meseíró, aki mások érzéseibe is bele tudja képzelni magát. Ennyit értek. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, most nézzünk meg egy bejátszást, kedves nézőink. Ez csütörtökön készült a Városházán, a díjátadón. Arról szól leginkább az én mesém, hogy milyen jókat tett a Kismanó a zongorával, és a zongora nem is tudta, hogy ezelőtt a Kismanónak ő is mennyit segített. Hát, és így nyilvánvalóan barátok lettek. Ez a barátság szerintem nagyon fontos volt számukra, mert mind a ketten jót tettek egymásnak. A barátság én szerintem nagyon fontos, mert a barátság az arról szól, hogy megbízhatunk egymásban. Én erről ezt tudom elmondani. Honnan jött az ötlet? Miért pont ezt a témát választottad? Mert én is egy igaz barátra szeretnék, és nyilvánvalóan szeretem az olyan embereket, akik szeretik egymást, meg segítőkészek. Gondoltad volna egyébként, hogy tiéd lesz az első díj? Hát reménykedtem benne, nyilvánvalóan szerintem ez minden gyerekben megvan, hogy első szeretne lenni, de én ennek nagyon örültem, mert tavaly óta szerintem én nagyon sokat fejlődtem, amit írtam tavaly mesét. Én nagyon örülök, hogy most első lettem, és én ezt szeretném kívánni a többieknek is jövőre, vagy azután, ha még lesz Tolpihe meseíró verseny. Jelentkezni fogsz egyébként még ezek után is? Én nagyon szeretnék, mert én szeretek mesét írni. Igen. Mit jelent neked a meseírás? Mióta írsz egyébként, és miért kezdtél el írni? Tavaly kezdtem el írni, azzal kezdtem az egészet, és amikor meghallottam, hogy lesz ez a verseny, én bennem először az úgymond tűnt fel, hogy ki tudom fejezni azokat a érzéseimet vagy gondolataimat, amik mondjuk a valóságban nem teljesülhetnek be. Szerintem egy mesébe pont ezt kell leírni, hogy milyen gondolataid vannak, az érzéseket nagyon jól ki tudod benne fejezni. Tökéletes gondolatsor. Nos, beszéljünk az első mesédről, Panka. A legeslegelsőről. Tehát ott ültél egy papír előtti, a tényleg ugye nem kérdeztem meg, ceruzával, tollal írsz, vagy géppel? Hát általában én szoktam kitalálni a mesémet, és amikor mondjuk kitaláltam egy részletet belőle, azt anyukámnak a telefonján felveszem, és utána anyukám a gépre azt leírja, visszahallgatja, és leírja, és mindig teszek hozzá, vagy bővítem, és így keletkezik nekem a mese. Meglepődött, amikor először ezzel a kéréssel fordult Panka? Bevallom őszintén, első alkalommal a tavalyi, ugyanígy a meseíró pályázat kapcsán vetődött ez fel benne, hogy egy konkrét versenyre készülve fogalmazna akkor ő meg egy mesét. Akkor még egyébként, bár lehet, hogy akkor is már ez a módszer volt, hogy ő fölmondta a szöveget, és akkor én vittem aztán gépre. Az idei meséivel összehasonlítva én magam is tudom mondani, hogy az még egy ilyen kezdetlegesebb próbálkozás volt, de érdekes módon az is egy különleges, mondhatni talán barátságról, és egy különleges környezetről szólt, az a tócsa, a tócsa története volt, tehát ott is egy ilyen nem megszokott környezetben zajlott a dolog, majd aztán ezt követően valóban jött az időszak, amikor ő már saját maga is, ha nem is meséket, de különleges köszöntőket vagy gondolatokat fogalmazott meg, az saját maga leírogatta, például a legutóbb karácsonykor, amikor hagyomány, hogy családilag összejövünk, hál' Istennek megtehetjük, és akkor nagy családi plénum előtt előadta az ő maga kis köszöntőjét, amit saját maga fogalmazott meg, és tényleg a saját gondolataival, úgyhogy ilyenek azért előfordulnak nála. Hogy váltakoznak a fikciók a valósággal? Tehát van olyan a története nyilván, ami valóság, egyébként pedig vannak jócskán álmok is, amit szeretnél megvalósítani, vagy amelyeket szeretnéd, hogy megvalósuljanak. Hogy váltakoznak ezek? Hát vannak olyanok, amiket szeretnék, hogy megvalósuljanak. Hát általában azokat meg szoktam kapni, de nem akkor, amikor mondjuk kérem, hanem egy-két évvel később, de sose volt még olyan, hogy bánatos voltam, mert
ami nekem kell, az megvan, és azok is úgy érzem most már egy leginkább, hogy nem kell már semmi, mert én már így vagyok boldog, van családom, mindenem megvan. Én most már csak nagyon jó tanuló szeretnék lenni, és ahogy már elmondtam, egy csodálatos életet szeretnék leélni. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Egyébként pedig a vágyaidat pedig érdekel. Akinek nincsenek elérhetetlen vágyai, az már csak úgy van, az az elérhetőeket sem éri el. Hogy választasz, Panka, motívumrendszert? Hiszen abban is rendkívül változatos a te tárházad. Tehát melyek az alapok, amikor kitalálsz egy mesét? Milyen környezetbe helyezed el? Hát ez a mesém most leginkább egy szegényes házban volt. Hát én ugye mivel nagyon érzékeny vagyok, én ezért tudok gondolni a szegényekre is, vagy a hajléktalanokra, de ez most éppen nem is tudom, hogy hogy kezdődött el, mivel szeretek táncolni és énekelni. Egy zongoráról írtam, az a címe, hogy a zongora, az elhagyatott zongora, és azért írtam hangszerről, mert énekórán is nagyon szeretek énekelni. Hát a furulya nem a kedvenc hangszerem, de zongorázni kipróbálnék, megpróbálnák zongorázni. Ezért írtam a zongoráról. Hát a kismanó az meg úgy jött, hogy ugye a kismanó minden, hát leginkább minden mesében szerepel, és szerettem az ilyen titokzatos, meg rejtélyes meséket, ezért én is gondoltam, hogy egy ilyen kis fordulatot belerakok, de ez a rejtés se tartott sokáig, mert nem vagyok még olyan profi meseíró, de megpróbáltam. Fontos, hogy egy mesének jó vége legyen? Nem feltétlenül, mert láttam már olyan filmet, aminek a végén mondjuk meghal a főhős, de én szeretem azokat a meséket, amik a végén mondjuk kiderül, hogy ki volt ő, vagy hogy nem hal meg, mondjuk legyőzi a gonoszt, vagy megmenti a királylányt. Én szeretem az olyan meséket, aminek van vége, de amikor mondjuk van egy olyan mese, amikor úgy fejeződik be, hogy a következő részbe derül ki, akkor én már alig várom, hogy a második rész meg legyen, mert én szeretem, amikor egy mese úgy fejeződik be, hogy vége, és értjük, hogy miről szólt a történet, és nem úgy, hogy akkor meg kell várni a második részt. Igen, és nem kell tovább gondolni. Igen. Megbeszéled édesanyáddal, vagy valakivel a meséidet? Hát meg szoktam anyukámmal beszélni, és anya ki szokta javítani a gépen mondjuk azokat a szavakat, amik nem mennek, de ha mondjuk diktofonra feldiktálom, akkor is, hogyha lehallgatja, akkor is azért közben mondja a hibákat, hogy akkor ezt így írjuk, vagy úgy írjuk, úgyhogy anya nekem nagyon sokat szokott segíteni nekem a meseírásban. Én szeretem, hogy ő ott ül mellettem, és mindenben ott áll mellettem. A Tolpihe meseíró pályázatra ő küldte be, és a tanítónénem is sokat köszönhetek, mert ő írta meg nekem, hogy hova kell elküldeni, és ha ő ezt nem írta volna meg, akkor az egész meséről nem is hallott volna senki. Ezt vállaltam volna minden esetre. No, mit kívánhatok én édesanyádnak és neked és az egész családodnak? Hát először is azt kívánom, hogy folytasd a meseírást. Azt hiszem, hogy tanulságul szolgál minden felnőttnek az a gondolatsor, amit itt most, azt hiszem, itt a kollégáim is döbbenten hallgattuk, hiszen felnőtt gondolatok voltak egy gyermektől, és azt gondolom, hogy olyan gondolatok, amelyeket jó, ha megfogadunk mi is, és akkor lesznek a hétköznapjainkból ünnepek. De mit kívánjak? Hát én szeretnék továbbra is mesét írni, és remélem, hogy amikor egyre jobban majd fejlődök, és idősebb leszek, akkor több mindent fogok tudni majd a világról, és lehet, hogy a következő mesém épp arról fog szólni, hogy a világban milyen történések vannak, milyen jelenségek, vagy éppen arról, hogy milyen volt a múltam. Hát én szeretném folytatni a meseírást, mert én
Szeretek mesét írni, szeretek történeteket írni, szeretek megfogalmazni dolgokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy itt voltak. Azt hiszem, hogy megfogadjuk ezeket a tanácsokat egyik oldalról, másik oldalról pedig érdeklődéssel várjuk évről évre a meséket, amíg világ a világ, nyilvánvaló, hogy elhalmozol bennünket, elvarázsolsz egy kicsit. Itt az ideje, hogy elfogadjuk ezt, sőt, kedves nézőink, önöknek is azt javaslom, hogy fogadják meg Panka gondolatait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!